Hello, sziasztok! Adidas zokni méretezésű legyen szó. 42 feles lábon van. Attól függ, 42-es az Adidasból Pumába, és 42 feles Nike-ból. Szóval, ennek ellenére múltkor nagy volt az Adidas zokni, ami felirat szerint jó, úgyhogy itt van egy 37-39-es, azaz az S-es verzió, ami elméletileg kicsi, de mivel nagy lett a 39, nem tudom mi volt az a méret, mindegy, ezért most berendeltem egy ilyet. Na próbáljuk meg, hogy ez most vajon jó-e? Jó-e? Kicsit nagy az ellenfény itt a bontáshoz, de hát így jártatok. Vegyünk le ebből egy párat, úgyhogy ne vágjuk szét. Igyekszem. Reggel egyszem lavazza tartja bennem az életet, és akkor mindjárt megpróbáljuk, hogy ez vajon nekem jó-e? Jó-e? Mert hát, itt van a kroppos zokni, ami megint a kisebb méret, és mégis nem annyira jó. Na valahogy ezt egy kézzel ezt nehéz lesz, főleg így nagyon picikének tűnik, ugye? Na nézzük! Ezért kell két kéz. Most ugrik a majom a vízbe. Hát, most így jónak tűnik, mert én azt szeretem, hogyha feszül egy csöppöcskét, vegyük fel a párját is. Aztán majd kiderül, hogy mert amikor egy ilyen titokzatni túl nagy, akkor az a nagy baj, hogy ő lecsúszik. De ez most talán nem csúszik le. Most ebben vagy tűlevél van még, nem tudom miből, vagy itt raktam bele valamit. Na hát ő ilyen. Franc tudja, de le nem akar esni a lábamról szerencsére, majd akkor derül ki, amikor ez cipőre föl, hát vegyük föl cipőre. Úgyhogy szerzek hozzá egy cipőt, aztán mindjárt belelépünk topogni. Mondjuk egy LQ21-et. Ha megint csak ez a cseles kameraállás segíthet. Itt a kis 42-es LQ21 run, szintén fekete, ez passzen márkán belüli. És jó megcsinálták ezt az oknit, mert nagyon úgy tűnik, hogy nem is látszik a cipőbe. Pontos. Franco. Jöhet a nyár. Egész más érzés így. Adidas Adidas zoknival, ugye? Hát azért mennyit számít a márka hűség. Princsó. Na, akkor lépkedjünk benne keveset. Megyünk benne 8 kilométert itt a lakásba, ezt most kivágjuk, és akkor majd ingyen nyilatkozok. Ki is nőtt a szakállam, a porszívó föltöltött annyira régóta a lábamban, pedig az a porszívó nagyon lassan tölt föl. Ennek ellenére egy pillanatra nem éreztem azt, csak már kezd idegesíteni, hogy az ott leffeg, de egy pillanatra nem lehet azt érezni, hogy csúszik le a lábadról az okni, ugye, mert az a legidegesítőbb, amikor mész benne, és érzed, hogy csúszik be, és akkor hülyén tartod a lábad, hogy ne csúszol le, ebben nem. Ez itt tök jó. Vagy mégis? Nem tudom. Ha most így rosszul levenném a cipőt, vajon lecsúszna? De hát miért venném le rosszul a cipőt, kikötöm és úgy veszem le, nem? Hát úgy kell, anyukám úgy tanította. Na még egy kicsit azért járkáljunk benn. Talán akkor tudod azt előidézni, ha direkt így mész benne, így, és akkor talán tudod azt a... Aha, most talán egy kicsit csúszod, de nem. Na mindegy, minden esetre... De azért leveszem úgy, hogy rosszul veszem le, így, bekötve. És így is a lábom maradt. Hogyha még nagyon szarul veszed le a cipőt. Na, ezt meghúzza! Ez az! Végre sikerült előidéznem a problémát, hogy így lecsúszik. De még csak az egyik. Az egyik lábam elromlott lehet. Szóval nem tudom még eldönteni, de ez a méret minden esetre nem nagy. Sőt, mivel még itt látom a sarkát, itt túlhúzva, ezért én még úgy látom, hogy még ez is kicsi. Vagy hogy mondjam, nem. Fordítva, hogy na, ez a méret is nagy. És kicsit belezavarodtam a mondandóba. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Ez csak arról szólt ez a videó, hogy az Adidas zokniknak milyen a méretezése. Mert szerintem egyel kisebb elég. Vagy nem tudom. Na, sziasztok!